Allah 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 Allah. Szóval, sziasztok! A vasárnapi Stellarisnak ismét a feedback videója. Én tök jó játékos vagyok, szóval nekem magamnak nincs mit mesélnem. Ne nézz így rám, Kata. Avalai Stargazer, ő most nem volt itt a játékos, Lighthorn nem tudott itt lenni. Egy háborút elvesztett a Floran Federation mellett, amit majd át kell neveznem majd valami más, meg adni neki rendes szívikeket, amik működnek, mert mostantól egy megakorp. Felettek szabadítva és csatlakoztatva lettek a Lotus szövetséghez, amik nagyon pacifisták, abból látszik, hogy mennyire pacifisták, hogy az első sikeres támadó hadjárat kb. Az övék volt, ilyen nagy mértékű. Ez nem kell, nem kell. Oké. Consumer goods az szar, de kinek ne lenne az, lehet-e esetleg fejleszteni, oké, Kata, neked nem szar, majd oda is eljutunk. Te, neked annyira jó a consumer goods, hogy a gazdaságot belerokkan. Nincsen kormányzó valamiért, szóval ez legyen Lighthorn, tegyél majd egy kormányzót, főleg a legfőbb szektorodnak a legtöbb bolygóban elég fontos, hogy legyen kormányzója. Nagyon kicsit tovább is az alajtermelés, ezt az AI nem oldotta meg. Nagyon kicsi a Unity termelés is, lehetne mondjuk kétszer ekkora, de legalább a flottát most már feltartott, hogy tudott támogatni a gazdasága, mert az AI úgy döntött, hogy erre szükség van ahhoz, hogy ellen tudjál állni másoknak, bár így is elég sok ellenséget vesz körbe, egy szövetségest érdemes lesz majd megpróbálni keresni, esetleg a floronokat valahogy megpróbálni visszaállítani, hogyha lenne játékos, Pitak azt mondta, hogy nem nagyon fog tudni jönni a jövőben, mert ütközik egymás dolgával. Hogyha lenne játékos, akkor lenne arra egy küldetések, hogy valahol itt a déli szektorban egy, úgyis pont egy nebulában oda nem is lehet ellátni, Floran ellenállás, akik visszaállítanák a régi rendet, a harcos Floran kultúrát a bábállam ellenében, amit a hilotidok és az emberek ide létrehoztak, az emberek nem is tudom, hogy az részt vettek a bármilyen. Két hidati játékos, mert Freddy se volt most vasárnap. Mindenesetre ezek, a ritka nyersanyagok azok legyen annyi, hogy tudja termelni épületeket, alapvetően gondolom az űrbázisokból van, lehet, hogy még nincs meg a technológia se ahhoz, hogy új épületeket építs. A technológiát azt meg kéne mondjuk négyszerezni, researchot. Nem vagy egyelőre túlterjeszkedve, legalábbis annyira nem, mint én, ez így normális. Területeket már úgysem nagyon tudsz szerezni mást, ez ott le van zárva, esetleg még ezt a néhány szektor, de egyébként most már csak hódításra szerezhetsz új rendszereket, vagy hogyha persze építesz még disztrikteket, meg hasonlók. A lakosságod az nagyon alacsony, azt is kéne növelni, van kaja rendesen, ezt van lehet követni majd lakosságnövelésre, meg más bónuszokra. Az AI nem biztos, hogy él vele, kommunikálj művészekkel, meg hasonlókkal, ilyen Lidl cuccokkal, vagy vásárolj tőlük esetleg olyan dolgokat, amik kisegítenek kutatásban, meg Unity-ban. Igen, ediktumok használj, ediktumokat most a capacity overload az aktív, hogyha lesz még influenced, most már a teljeszkedésre úgy sem nagyon lehet használni, akkor használd majd arra, hogy hát vagy jobb fegyverek ideiglenesen, vagy ugye egyébként más dolgokból kapjál bónuszokat. Kereskedelem nagyon alacsony, össze kéne szedni ezt a rengeteg trade value-t majd. Lehet még egy Starbase-ed, technológiából lehet majd több is, van egy csomó Anchorage. Most a naval capacity miatt már nem kell aggódni, szóval ezeknek is a fejlesztése, mert lehet őket fejleszteni, lehet majd kereskedelmi cucc. Feljebb kell vinni a kereskedelmet, meg meg kell védeni utána hajókkal azt a kereskedelmet. Egyelőre nincsenek kalózok, mert nem éri meg nekik létezni annyira szegény a belső kereskedelme a birodalmadnak. Igen, lakosságot kell növelni, igazából mindent növelni kell úgy általánosságban. Vannak a bolygók, amiket kolonizálhatsz, van még, aki azokat el is kezdte az AI. Amúgy a terraformálás lehet majd még egy olyan dolog, ami kisegített téged. Ez egy nagyon király bánya bolygó, lehet ezért meg is érni oda leköltözni csak azért, hogy egy kis tekket is kapsz, meg úgy rengeteg minerált, abból sose legyen ilyen. Most sincsen, el is lehet ebből adni és másra átkölteni, de erre nagyon jó. Itt uff, ez egy király bolygó. Rengeteg kaja, rengeteg minerál, elsősorban minerálból kell kiépíteni, abból kifogyna a hely, akkor maradék kaja, de én lehet, hogy nem is költenék kajára helyet, csak minerálra, mert ez a 100%. Jaj, oké, ez csak az építkezés a gyorsabb, elnézést kérek. Akkor viszont ez az agrikultúra, és mert arra ad bónuszt, és minerálra nem ad bónusz termelést, szóval annyira mégse jó. Legalább consecrated rendben. Ezeket az AI választottak ki, hogy mik legyenek consecrated-ek, a főbolygóra nem nyomta rá. Ugye ez ad bónuszokat. Van egy olyan? Consecrated World Worship, ki van maxolva. Oké.
Igazából ennyi, vannak szent világaid, amik fel vannak szentelve, és ad neked ez egy ilyen birodalom széles bónuszt mindenre, ami klassz, gondolom. Frakciók, nem klémak frakciók, van amit át kell nevezni. Order of the Burning Star, ezt nem én neveztem el, de elég király, ezt nem is fogom átírni szerintem. Ezt valószínűleg át fogom írni, de ez nagyon menő, és az alapból van. Lángoló csillagrendje. Mire vannak klémek? Erre az egész régióra. Nice, meg egy florán rendszerre most, hogy szomszédokként se vagytok jóban, mert át lett alakítva a kormányuk. Szóval a termelésedet kell, az iparodat kell fejleszteni. Egy nem tudsz vetekedni a többi szomszédoddal, sajnos a hidatilokkal legalábbis egyelőre, de nincs kizárva a felzárkózás lehetőség, a területed legalább nagy. Miniknog Arachnassa jött, nem is fog többet valószínűleg, szóval Miniknog játékost is keresünk, most ilyen lett a színe, mert a USCM ki lett belőle szakítva az Apex forradalom által, szóval most már picit visszaabszorult az egész. Consumer goods katasztrofális, a kaja is kevés, a minerál lehetne picit több energia is, az olajtermelés az viszont egészséges, a Unity termelés az botrányos, még nincs meg a harmadik Ascension perk, a stratégiai nyersanyagok azok jönnek elégségesen, kéne bővíteni a munkahelyeket, van épületnek is hely, szóval van lehetőség rá, kéne takarítani, arra lehet költeni energiát, a szektor kormányzókból nincsen csak kettő, a harmadik bolygónak mi nincs, bár ezen a ponton még olyan sokat nem is számít, ha csak nem valaki olyas, valaki, aki olcsóban építkezik, vagy olcsóban takarít szemetet, az klassz lenne. Starbase-ek ki vannak maxolva, kereskedelem tűrhető, lehetne picit több, van ami nincsen itt nem beszedve különböző helyekről. Ez itt micsoda? Erről miért nem értesültem, hogy van egy protektorátus itt újdonság. Hát egy afrog nem lesz összekötve most már. Arra gondoltam, hogy ezt a két rendszert át lehetett volna adni nekik, és akkor egybe lenne, így viszont van itt egy új civilizáció. Oké. Flották kicsik, több kell, több hajók kell, nagyobb hajók. A naval capacity ez meg lesz hozzá. Hogyha a Supremacy-t sikerülne kihúzni, akkor lehet nyomni még egy nagyobb naval capacity cuccot, ami a másik oldalon is volt, most nem valószínűleg állhattam mellette. A lakosság is alacsony maradt, érdekes módon. Most kolonizálva lett egy csomó új világ, kevés rajtuk az amenities némelyiken, valamelyiken normális. Kell több lakos, kell több kaja, kell abból edictum, meg decision, meg mit tudom én, kellnek a lakosok. Kell plusz energia, stabilizálni kell az energiatermelést. Ha valaki szeretne jönni a Miniknoggal, mert egyelőre AI így, hogy Arachnass nincsen, akkor lesz egy kis kihívás abban, hogy felfedezze őket iparilag, úgyhogy közben fenyegeti őt az Apex forradalom, akikkel most már a Herkulesi köztársaság is mehettük el, bár ez egyelőre egy eléggé kibelezett ország, nem nagyon van még gazdasági kapacitásuk háborúzni, a Frog Furnishing ezzel szemben viszont egy egész erős civilizáció, még úgyis, hogy legtöbbet AI-ként játszott. Ami a probléma a Miniknoggal, hogy amióta Arachnass lelépett, nagyjából stagnál, mert az AI nem nagyon fejlesztette, a kutatást nem vitte feljebb sem más, szóval az előző 30 évet szinte semmit tevéssel töltötte, úgy nagyjából. Illetve délen is van egy potenciális ellenfelet, hogyha nem tudsz megegyezni Pandával, de Pandán úgy tűnt, hogy Panda is, mivel neki is trükkös a gazdasága, szeretne békülni a Miniknoggal, szóval lehetne délen még egy potenciális barátod a Frog mellett. És akkor lehetne egy érdekes hadszintérítő éjszakon, mert hogyha csak AI van, az nem annyira izgalmas. Hajók, tűretőek, technológiában is van már cirkáló. Ebben előtte vagy a forradalomnak, ezt meg tudom súgni, hogyha lenne játékos. Frog Furnishing kimaxolta az influence, nem használja semmire. A játékosa használta előtte, szóval gondolom ez ironikus. Majd én lehet, hogy benyomogatom, mert amikor AI balfaszkodik, akkor ki szoktam javítani, amennyire módonban áll. Vannak branch office-ek, némelyik elég értéktelen. 25 lakos alatt nem érdemes branch office-t nyitni, mert nem lehet épületet rakni, és akkor nem is hoz sok pénzt úgy. Itt kettő van, ami tényleg kifizeti az árát, a többi az csak várakozik, hogy legyen rajta lakosság. Ez meg nem tudom, hogy miért nem fizet. Kevés az amenities? Valószínűleg az. Szintén szar a bolygó, és nem fizeti ki az árat ez se. Naval capacity nagyon alacsony, szóval azon javítani kéne, a flotta, a federációs flotta kiamaxol, szóval az klassz.
Ez is keresünk játékost, hogy a jelentkező lehet egy szaftos polgárháborúban része, vagy pedig maradhat meg rajta segíteni mindig volt, mivel egyelőre trükkös a helyzetük, lehet inkább nem gyengíteném a két felet egy polgárháborúval, a Revolution így is elég előttük van, mivel ott végig volt játékos. Bolyókból van nekik 7, ami egy ilyen kis térségben nem rossz, illetve technológiákból az lenne, vagy a küldetésekből az lenne a következő, hogy kap habitátumokra lehetőséget technológiailag, ami ugyancsak nem rossz, illetve esetleg ezt a bolygót megkaphatja később a rendszert, hogy ezt legyen kötve. Ezt még meglátjuk. Mert innen nem tud nagyon hazajut a kereskedelem végül is, főleg amíg van itt egy ekkora flotta. És nagyon szép a trade value, szóval az energiatermeléssel így nincsen gond, úgyis a bevétellel. Az klassz. Vezető 2 darab szektor van, de 3 darab vezető, oké. Okay. És még lehet Starbase-eket is építeni, szóval még növelhető a Force Limit. A Unity az, ami alacsony, meg a kutatásnak is nincs még a harmadik Ascension perk. A Consumer Goods az mindenkinek gagyi. Nekik is. Nagyjából ennyi sok minden, nem tudok hozzáfűzni, hogy milyen tippek kellenek az AI-hoz. Hogyha jössz játszani, akkor rakd össze a gazdaságot Glitch Ram. Na, végre egy játékos. Kinek szeretnél támadni? Ja, a Fenerox-ok szeretnék folyton, a Fenerox éjjelét támadjátok meg a Deadbeat-et. Szóval, Kristi, mondtad, hogy behalt a gazdaság, gondolom ez amiatt van, mert mi történt a mineráljaiddal. Oké, nézzük, hogy mi itt a helyzet, erre kíváncsi vagyok. Itt már nincs mit eltakarítanod, szóval nagyjából kifogytál a districtekből, picit magas a deviancia. 65 lakosnál majd érdemes lesz olyan épületet tenni, ami ezt csökkenti. Ha más nem, akkor Standinel poszt. Már ez a 14 még semmit nem jelent igazából különösebben. Az Olive Foundry még mindig alap, a Resource Complex az, ami megeszi, vagy csak nem dolgozik elég munkás. Bár igazából nincs is munkahely már, szóval... Kéne még építened egy város districtet biztosan, meg talán még egy energiásat, vagy egy minerálosat. Inkább minerálosat a jelenlegi állapotok mellett, ugye? Mindenesetre ez itt egy normálisan kinéző bolygó, ahogy mondtad, kevés a lakosod, viszont más helyeken meg pont, hogy kevés a housingot. Kéne építeni Nexus districteket, hogy legyen hely még a robotjaidnak szállásként. Itt még van, amit takarítasz, szóval ez még sok districtnek lesz hely végső soron, csak bányászatra nem egy jó bolygó. Ez a hely jó lenne bányászatnak, energia helyett inkább, ha már úgyis bányászatra van szükséged. Látom, hogy kijelzett bányavilágnak, csak nincsen előtte egy district se. Szóval erre rámehetsz, amúgy is egy nem kicsi bolygó, csak kell jó sok lakos, meg legyen nekik házuk, de ez is ad legalább a bányászoknak, szóval amikor csinálsz ilyen alapnyersanyag termelő helyet, akkor az adnak a két munkahelynek ad housingot is, szóval azzal nincsen gond. Az épületekhez kell külön a Nexus, mert azok meg nem szoktak adni helyet nekik. Ez a bolygó jó farmnak, gondolom, hogyha akarsz bioreaktorokat építeni belőle, vagy egy még több kaja, oké, akkor ez így eltartatja a birodalmadat, úgymond kaja ügyileg, meg esetleg keresgélhetsz időnként embereket, akik vásárolnak mondjuk tőled 1000 vagy 2000 kaját, hogy benyomhassanak 2 szaporító decision-t a bolygóikra, és cserébe fizethetnek neked dolgokat, például még több energiát, ami ugyancsak úgy működik, mint hogyha kaját égetnél, csak határokon keresztül. Na ez egy jó bolygó, az plusz 5% alaj az nem sok, de számít, mert nagyon más nem is ad bónusz, szóval ezen a bolygón amúgy sem nagyon lehet ilyen vidéki dolgokat, alapnyersanyagokat termelni, úgyhogy ide érdemes lesz majd főleg housingot építeni, minél több robotot kitermelni, és utána ez lehet a te nehézipari világod. Ez pedig lehet fullban a bányavilágod. Na ide kellnek lakosok, és ide csak bánya, meg épületek, amik nevelik még jobban a bányászatnak a termelését, ez tökéletes. Ez is lehet egy bányavilág amellett, hogy housingos, és akkor amellett mondjuk, hát nem kutatós, habitability neked nem számít. Nincsenek radomedi fejlők, hát amire szükséged van olyan épületeket, de ez is lehet egy bányás bolygó. Ez a relikvia világ, ez nagyon király akkor, hogyha majd kitakarítod ezeket, lesz energiád, mert ez például ad neked, ez semmit. Én látom a fontosokat ki is takarítottad, mert a többi az már csak disztrikteket ad. Viszont itt van egy olyan, hogy kutatásban nagyon király ez a hely, 8 darab kalkulátor munkáját ad neked, ami gondolom, hogy még több kutatás, szóval ez kutatóbolygónak tökéletes. De kutatás mellett még más dolgokra is jó. Például lehet majd rárakni épületként stratégiai nyersanyag termelő épületeket, amiket egyelőre még mondom nem igazán használsz, de néhányat már biztos. Szóval arra is jó lesz épületekként, illetve még több kutatás. Szóval ide kutatólaborokat építs erre a bolygóra, meg ezeket a stratégiai nyersanyag termelőket, mert ezeknek nem kell
minerál, amit átkonvertálnak a stratégiai nyersanyaggá. Ez arra nagyon jó lesz. Aztán itt van ez, energia, bányászat, ezek között megosztik, talán inkább akkor energia, már úgyis van elég bányászatot. Gépeknek még fontosabb a bolygó specializáció, hogy még több bónusz ki lehet belőle hozni, meg ide is kell Nexus, mint más civilizációknak. Próbálj szövetségesektől igényelni majd fémet. Nagyon nem tudsz egyedülre cserébe adni mást, ha csak azt nem, hogy nem pusztulsz meg, és az elég fontos. Flottádat pedig majd, hogyha sikeres lesz a tárgyalásunk, akkor nem kell ideként tartanod, és spórolhatsz az állandó egy helyben tartásukon. Starbase-eket kimaxoltad, kéne több, arra keltek. A technológiában amúgy nem állsz rosszul a méretethez képest, semmiféle sprawlod nincsen alapvetően. Tehát a limitednél maradtál meg, ezzel nincs semmit változtatni, vagy, hogy mondjam, nincsen gondod abból, hogy mekkora vagy, mert pici vagy. Később, hogyha lesznek habitátumok, neked is esetleg küldetésből, hogyha jut, akkor azzal majd növelheted, de az meg nem lesz gond, mert az arra jó lesz, hogy legyen még több termelő világot. Illetve vannak a bolygó, nincs is már bolygó a területeden, szóval igen, arra lesz szükséged. Ez egy Tall Machine Empire gameplay, ha csak nem kergetsz ki engem, vagy a Groundedot, vagy az Apexet. De egyiknek sincs jelenleg nagy esélye, ugye? Vagy hogyha, nem tudom, az alpakat tudna valahova teszni, de ő sem nagyon tud, mert minden itt van már. Hát be vagytok zárva, igazából ez... Ez ilyen ez a random elhelyezés. Mindenesetre a lakosságodat kell növelni, és azzal jönni fog az ipar is, csak figyelj arra, hogy legyen housingod, és akkor utána mehetnek a districtek is. Meg az épületek, amiket mondtam, más dolgokkal nincsen probléma. Ha van jó sok influenced, akkor azokat is használhatod még olcsóbb takarításra, vagy... bármire, aminek hasznát látod, és addig megpróbálj segítséget kérni a barátaitól, már ketten is vannak, főleg, hogyha lesz Fenerox játékos ismét, nem csak AI-ként. Az ötös volt a USCM, szóval az már nem létezik. Agara Nagora, Panda, neked is van konzumergus gondod, de egyelőre nem mély, szóval rengeteg tartalékod van, nincsen probléma. Alapvetően minden nyersanyagod oké, csak az energiát picit kevés, a kalózkodásra figyelj, itt valamelyik helyen van egy kis kalózkodás. Meg tudod találni a piros koponyával, ott növeld a... Hely... Igen, ide kell egy helyőrség, akik... Ja, hogy van egy... Már ők a... Nagyon fontos, rombolókkal nem éri meg kalózokat kiütni, mert fele annyit érnek, aki nem fele annyit, 0,8-szor annyit érnek, mint a korvettek, és a korvettek gyorsabbak is, szóval nem tud annyit nőni a kalózkodás, mire elérnek A-ból B-be. És én inkább azt javasolnám, hogy legyen mondjuk ekkora távolságon 1-2 konvoj erre a három rendszerre, 1-2-3 erre a három rendszerre, 1-2-3 erre a három rendszerre, vagy mondjuk 4 ide. Hogyha spórolni akarsz, akkor is kettő konvoj legyen, ne egy az egészre, mert mire körbeérnek, pláne hogyha rombolók, addigra elég sokat felmegy, de inkább korvetteket használj. Milyen amúgy a flotta felépítésed? Látom, nem nagyon építesz korvetteket, mióta van romboló. Megéri őket, mert legalább nem olyan könnyű lelőni őket, mint a rombolókat, és megvan az eventes cirkálód is, az klassz. Flotta erőddel nincsen gond egyébként, ez teljesen korrekt, picit növelhetsz rajta még, de... Én nekem azért olyan magas, mert hidegháborúzok itt három másik birodalommal, szóval mi eléggé fegyverversenyben voltunk. 12 Starbase megvan, kereskedelmi mértéke amúgy korrekt, ezt meg tudod majd duplázni szerintem a következő játékban, hogy építesz még trade hubot, meg nő a lakosságot. Bolygószámod is szép, csak a lakosságodnak kéne sokkal többnek lenni. Van 8000 kajád, ezeket nyomogasd el erre, hogy nőjön gyorsan a lakosság, mert a lakosságod viszont alacsony bolygókon meg úgy általában, szóval... Azt a növeld, ez csak egy event, ezen nem lehet mit kezdeni. Unity egyébként alacsony, neked is nagyon, szóval építs még Unity termelős épületeket, templomokat, hasonlókat. Építesz mindenfélet, nem feltétlenül annyira holotiétört, hanem inkább templomokat. De most már megtartottad a holotiétört, ha már úgyis van, de a templom az elsőre jobban megéri, mert azt több Unity-t ad. Meg ad Society Research-ot is, szóval inkább azt szerintem. Holotiétör az ráér később nagyobb bolygókra. Seregeidet nyugodtan összevonhatod, ha csak nem célszerű, neked valamiért is szét vannak szórva. Majd ezt ennek adok valami nevet. Nem nagyon örülnek a dolgoknak, hát az ilyen. A xenofilek nálad nem annyira vidámak, de még így is nem különösebben lázadósak, vicces módon. Sokan vannak, mert azok mindenhol sokan szoktak lenni valamiért. 19. Nem különösebben jól van. Oké, vicces, hogy ennek olyan eventekben vagy missionokban sok erőt
tulajdonítottam, aztán milyen kevesen vannak. Jó, tegyük fel, hogy ők, nem tudom, befolyásosak. Igen, fejleszd a bázisaidat, hogyha kivitelezni tudod, csak nincsen alojod, mert a kolóniai, vagy a flottád megeszi az összes alojtermelésedet. Ezt úgy tudod kiküszöbölni, hogyha építesz még gyárakat, ahhoz meg az kell, hogy nőjön a lakosság, csak most van egy csomó kolóniád, amikor nincsen semmi lakosság, és ez az, ami javítanod kell, hogy legyen sok lakos ennek a használatával. Esetleg, amit még használhatsz, hogyha nem használja, bőven megegezheted magadnak, nyomd be ezt a Nutritional Plentitude-ot, az állandónat még 10%-ot plusz boldogabbak is lesznek. 188 x 0,25, az nem biztos, hogy kevesebb, mint 228, de még néhány formával meg tudod oldani, meg úgyis van egy csomó tartaléka, csak hogy ez is benyomna a nagyobb népszaporulatot. Illetve, hogyha összesporolsz energiát, ez mindenki másnak is szól, aki organikus, a healthcare campaign az iszonyat értékes, 12 évente, vagy 10 évente, vagy 15 évente benyomni egyszer, és akkor az 10% plusz lakosság növekedés, ami rendkívül fontos. A túlterjeszkedéseddel nincsen gond, úgyis kapsz majd tech-et. Ezt a rendszert meg kitakaríthatod, és akkor még tudsz délre terjeszkedni újabb területekre. Expansion-t akartam megnézni. Ezeket egyelőre hagyhatod, amíg nem tudod terraformálni őket, vagy nem kapsz olyan lakosságot, ami tudja hasznosítani, de igazából eléggé el vagy vágom mindenkitől, csak a miniknoktól meg a deadbeattől, nem? Nagyjából ezek a tanácsok, amiket tudok adni a gazdaságodhoz. A lakosság kell, hogy lehessen több gyárad, mert kevés konzumer gucot, kevés az alaj az nagyon súlyosan, nagyon kevés. Minden elfedezett lenne mögötte. Ne félj használni a piacot, hogyha nem is feltétlenül a galaktikus piacot, bár most jó áron lehet eladni. Nem lehet jó áron eladni. Oké, ne használd, ne a galaktikus piacon add el a minerált, add el Kristinek. Kristi meg adjon neked cserébe nagyon semmit, nem nagyon tud mit adni. Oké, akkor ne Kristinek, keres valakit, akinek kell minerál. És abból tudsz nyerészkedni. Katának kell minerál, csak nem tudom, hogy ő mit kérne cserébe. Jelen, azért szóltál, hogy kell neked minerál? Na, Katának kell minerál. A consumer goods-ot ad cserébe, nem mintha rászorulna egyelőre. Consumer goods-ot meg nem lehet átváltozatni alajjá. Mindegy, a lényeg az, hogy kell neked lakosság. Esetleg foodot vásárolj érte, és akkor minden bolygódon folyamatosan nyomjad ezeket a dolgokat, meg energiát, hogy azt is tudjad nyomni. Hát, ha a minerára keresed. Avalight Grounded, Nightsong, végre csatlakoztál hozzánk. A Unity termelésedet neked is van mit javítani bőven, ennek mondjuk a háromszorosát látnám szívesen, bár neked sincsen igazából túlterjeszkedésed, amit említeni volna érdemes. Kereken 20 rendszered van, és így is 12 Starbase. Ahogy Grabs the Void. Ezt te választottad, vagy az AI? Volt ilyen küldetésed, hogy ilyet adtam? Majd úgyis megnézem most, ha nem tudom. Consumer Goods for Days, te is fucking termeled rendesen a fogkeféket mindenki számára. Nyugodtan adjál el Katának rengeteget, ő szerintem nem Katának, bárki másnak. Katának ne akar járulni, mert ő is hülyére termeli magát consumer goods-ból. A minerálod viszont nevetséges, és amiatt, mert elkövetted azt a kezdő hibát, hogy minden egyes gyáradat, amint lehetőséged van rá, felfejleszted. Ez nem jó ötlet, mert akkor hirtelen kettő helyett öt darab, tehát hárommal több munkahely lesz benne. Ezek a munkahelyek a bányákból jönnek el, szóval a bánya munkahely továbbra is meg lesz, csak nem lesz benne munkás, aki dolgozzon benne, ez a főbolygódon pont nem érvényes. De a lényeg az, hogy ezek minerált esznek, és hogyha még ráadásul bányászokat vonnak el, akkor az még kevesebb minerál, és teljesen felesleges, hogy ennyi consumer goods legyen bármilyen halandónál. Tehát nem tudom, ebből rengeteg Zeus szobrot ki tudnál építeni, nagyon felesleges ennyi belőle. A lakosságod alacsony, bár kevés a bolygód is, szóval ez együtt jár, neked is lehet majd habitátumokkal dolgozni, hogy fel tudsz zárkózni, ami klassz. Vagy esetleg hódíthatsz, bár a pacifistákhoz csatlakoztál, szóval feltételezem, hogy nem a hódítás az elképzelésed hosszú távon. Bízom benne. A sztárholdjaidat is fejleszd föl, növeld a kereskedelmi bevételedet, mert az energiád is alacsony egy picit. És ilyen a consumer goods, azt rengeteg embernek eladhatsz, ha már most neked van ilyen rengeteg, például mineralért cserébe, amiből meg kevés van, és nem fogsz tudni építkezni. Növeld a lakosságod, legyen egy kicsivel több kajád. Ez a bolygó mindenre nagyon jó, szép, nagy is. Mondjuk főleg kajára, szóval ebből csinálják kajatermelős bolygót, az lehet a édéstárad. Ez a bolygó nagyon jó kutatás. Olaj! 40%! Azt a rohadt életbe! Itt rendesen nem lesz elég helyed épületekből lakosságnak, hogy ezt itt rendesen kiépítsd.
Hogyha tudsz Ecomonopolist csinálni majd, akkor ez a bolygó tökéletes Ecomonopolist lenne, mert az Ecomonopolisoknak, tehát a világvárosoknak van olyan disztriktje ezek helyett, hogy consumer goods termelő, meg alloy termelő disztrikt, és akkor az kurva nagy bónuszokat adna ennek, az épülethelyeket meg felhasználhatnád kutatásnak, mert az erre van, illetve kutatás előtt még stratégiai nyersanyag termelő cuccoknak, meg betörje. Ez egy világ, ez hol van? El tudom venni tőled? Nyugi, nem fogom elvenni tőled, annyira nem érdekel. Megérdemled, hogy legyen legalább egy bolygó, csak nagyon picike. Az egy hátránya van, és hogyha Ecomonopolist csinálsz belőle, akkor az abban, te hogy jó, abban lenne jobb, Ecomonopolist világként, hogy akkor nem lenne kb. Soha problémád azzal, hogy nem férnek el rajta a lakosok. Hiába kicsi a mérete, rengetegen elférnének rajta, csak előtte ahhoz ki kell építeni teljesen majd város disztriktekké, tehát semmi más ne legyen rajta, csak a város, azzal teljesen kiépítve, és kell hozzá nyilván ez archeology project, utána pedig 10 év építkezés, jó drágen, tehát egy 10 éves terraformálás, amíg átalakítod, de hogyha ez meg lesz, akkor ez egy iszonyat jó ipari világ. 40% bónusz, meg 30% fizika, meg ezek, ez nevetséges. Találd el artefaktokat, és csak nem most. Ezeknek a disztrikteknek, ez az egy, aminek nem lesz haszna, de minden más, ez fantasztikus. Ja, és van rajta egy modifier is. Precursor City Ruin, még több kutatás. Ez épp csak, mint egy épület. Oké, lesz. Farmokat nem érdemes itt csinálni egyáltalán, inkább akkor már Kuszkokán, amit néztünk. Akkor itt inkább hasznosítsd a többi dolgot. A habitability-t legalább kiegyensúlyoztat kb. Szóval ez klassz. Használod, amire tudod, 22-es méretű, szóval legalább jó nagy. Aztán standard világ, semmi extra. Van extra? Van fura gyár, oké. Itt is lehet még majd stratégiai nyersanyagoknak épület, ez a kút, meg a kristálybánya, azokat is majd építsd ki ide, de egyébként stabil. Ja, jó kis bolygóid vannak, csak kell több lakosság, és most ehhez egyelőre nem fog drop problémákkal küzdeni, egyelőre. Meg esetleg kös, ha gondolod, migration szerződéseket, költözési szerződéseket a szövetségeseiddel, hogy gyorsabban megteljenek a bolygóid. Unity-t fejleszt, picit több kutatás, de azzal nem lesz gondot hosszú távon. Szerez magadnak riválist, hogyha gondolod, de nem kötelező, hogyha nem kell neked sok influence fordítani, úgyse nagyon fogsz, az addictumokra spórolsz esetleg össze majd. Használd ezeket a gombokat, legyen több energiád fejlesztésével, a Starbase-eknek meg a lakosság növekedéssel, és kereskedj a consumer utcaiddal. Deadbeat Ravagers, Vionár, neked egyelőre nem tudom, mert sokat fog változtatni a küldetésed, hogy mik az újdonságok, de neked kalandos egy köröd volt, ez nagyon látszik. Vásárolj a többiekkel consumer goods-ot, és adjál nekik cserébe valamit, nem tudom. Ezeknél meg esetleg használj mindig nagybetűt az új szavaknál, de amúgy nagyon vicces. Starbase-ek, fejleszd őket, ha lesz tech, addig meg építsd ki őket. Kereskedelem, silány, borzasztó. Közd össze ezeket a helyeket, ide kell majd még egy bázis, úgyis van még kettő helyed. Építsd ki a kereskedelmet rendesen, mert ez nagyon szegényes, amiatt vagy ennyire mínuszban. Építs városok, vagy igen, épületeket a bolygóidon, hogy legyenek munkahelyek, mert munkanélküliség legyen, oké, munkahelyek vannak. Munkanélküliség nincsen, csak nincsenek épületek. Aha, meg generátorok, oké. De például van olyan, ami, ha kifejeztetett persze, ami adna plusz, nincsen. Plusz energiát. Rengeteg ipart fejlesztetni, hogy ne omolj össze ezeken a helyeken, ahol vannak üres épülethelyek. Energiát nem nagyon tudsz egyelőre mástól szerezni, mert nincsen jó diplomáciát szerintem senkivel. Flottád legyen nagyobb, azt is bővíteni kell. Unity-t legyen több, mert nagyon kevés. Neked még a második Ascension perket sincsen meg, mert három helyet húzol egyszerre. Valamelyiket dönts valamelyik mellett, és azt húz ki teljesen, hogy csinálsz Ascension perkeket, mert ez nagyon, nagyon le vagy maradva. Technológiád is hiány, abból is kéne több. Szóval úgy általánosabban kell a lakosság, kell az építkezés, kell a szaporulat, felhasználni azt a rengeteg foodod, amit van, stabilizálni a gazdaságodat ezekkel az új munkahelyekkel, meg munkaerőkkel, kevésbé legyen lázongósak, ennek is adok majd valamilyen nevet. Ennek a kettőnek, amik újak. Stratégiai nyersanyagot igénylő épületek technológiaihoz is el kell jutni, hogyha lenne elég technológiád majd, mert abból is kell több. Mert azok, hogy elfoglalsz primitíveket, csak azok annyival szegényesebbek is. Most elfoglalhatnád ezeket a primitíveket is, de mennyire lenne hasznos a számodra?
Fú, hát ezek nagyon hátrányos fajok lenné, vagy egy nagyon hátrányos faj lenne. Inkább akkor csak nyert ki belőlük a plusz kutatást, amíg teheted. A más nem legalább Society-ből ne legyél annyira hátul. Érdekes lesz neked a folytatás, mert a küldetésekből kapsz dolgokat, amik felzárkóztatnak, hogy ne légy életképtelen, és utána neked kell jobban koncentrálnod a lakosságodra, meg a gazdaságodra. Hogyha tudsz valakivel háborúzni, nem kell feltétlenül elvenned tőle a területeket, azt is megteheted, hogyha nem fenyegetik a flottádat, tehát legyőzted őket, mint amit csak ezt veszem elő. Bombázással beállítod azt, hogy raiding, ezt a bombázást, ezt a jó kis ufós ikont, és ott állsz fölöttük, és elrabod a lakosokat, akiket meg az anyabolygódra szállítanak egyből, onnan meg tovább pakolhatod őket más bolygókra, hogyha szeretnéd, de az anyabolygódon is alapvetően nagyon kevés a lakos, és akkor van munkaerőd, amiket behozol a külföldről, anélkül, hogy foglalkoznod kellene új rendszerek irányításával. Csak ez persze az kell, hogy legyen egy életképes gazdaságod, ami fent tud tartani egy elég erős adiflottát, amivel meg tudod verni a szomszédodat. Mert a többiek a szomszédságodban se állnak feltétlenül túl jól, te viszont rosszabbul, és az agresszornak mindig jobban kéne állnia. Ha csak nem vagy nagyon elkeseredett, és mindent egy lapra teszel fel, hogy egyszerűen katonai erőből le tud őket nyomni, és az neked vissza fogja hozni az árát. Grand Pagoda, neked legutóbb se volt nagyon mit mondanom. Most sincs igazán. Látom, megvan az Arcology Project, OP, elkezdted már a negyedik ágat, teljesen korrekt szerintem a Unity, egy picit lehet több, de amúgy teljesen rendben van. Nem is, hogy annyira túlterjeszkedve, mint én, nekem amiatt kell ennél sok, kellene ennél több, szerintem nincs is. Lakosságod ugyancsak nőni fog, meg ahogy lesznek többen, tudsz majd te Oké, meg is van. Egyszerűen nincs több bolygót, szóval majd gondolom elkezdesz bolygóvárost kialakítani valahol az Arcology-val, és tök jól el leszel. Mennyire óceánvilágos minden, ezeket terraformáltad? Aha, terraformáltál néhányat talán. Igen. Klassz, oké. Szóval sok sikert, alapvetően nem hiszem, hogy nagyon neked tudok újdonságot mondani, minden stabil, minden pluszos. Consumer goods az alacsony, de te is tudod, hogy ez nem feltétlenül jelent problémát, használod az influencereket, így néz ki egy jó gazdaság, mennyi a kereskedelmet, 123, lehetne ez több, jobban összekötve, de egyőre Starbase-ekkel ennyit bírtál, szóval úgyse kritikus az, hogy ez most nincsen, mert nem maradt el semmivel. A federációs flottákat valamit kezdj el velük, mert az viszont rémes, de egyébként teljesen korrekt. Neked kell majd frakciót átnevezni? Ja, majd megteszem, ne aggódj. Ja, igen, és van ez a relikviád, amit nem nagyon fogsz használni kb. Soha, de a plusz 20 év élettartam az nagyon jó, mert én eleve fiatalabban haltok, mint mások, és már 160-180 évnél vagytok. Hogy? Te is megkaptad a plusz 50 éves questet, vagy nem questet, kutatást, eventből? Mennyien vagytok? Ha még mindig fleeting vagy, akkor valószínűleg amiatt gondolom... Protoforest, nem ez? Fogalmam sincs, hogy miért, de sokáig éltek. Vagy ha megvan a tech, lehet, hogy itt nem érje ki mindezre, klassz. Nem haltok meg egy hamar. Science shipek, szegények unatkoznak néhányan, de nagyon nem is tudsz már mit felfedezni a galaxisban, gondolom. Pillanatra az, hogy nálad van agora, de ez organ. Szóval... Hajrá, klassz. Floran Federation, ami konzorcium, ezen majd változtatok, hogyha Pitak nem jössz vissza, akkor igazából ez is nyílt. Hogyha valaki szeretne játszani a Floranokkal, akkor egyrészt tanulhat sokat Zolitól és Kutyafolttól, a két Hilotil bajtárstól, mert ők elég jó játékosok, szóval hogyha kezdő vagy, akkor a Floran konzorcium az lehet a te pozíciód, ahonnan átveszed a gyakorlatát a dolgoknak, vagy megtanulod, hogy kell játszani, jobban belejössz a segítségükkel. Gazdaságot majd picit helyre teszem, mert az AI nyilván nem igazán tud vele mit kezdeni. Lakosság ugye alacsony, hiába van sok bolygó, kicsi a flotta, kicsi a gazdaság. Kutatás nem annyira tűrhetetlen, bár elég gyenge így is, a Unity is kevés. Ja, de ez is lehetne rosszabb, mennyire van Consecrated. Ő is kimaxolta a Consecrated-et az AI ezek szerint. Szóval ezen majd állítgatok, mennyire van egyébként jelentős ellenállás. Szóval igen, kb. Belülük lenne az ellenállás, ez a 29 lakos a 117-ből. Esetleg még ők, valahogy a militaristák sose elégedetlenek, de ja, ők lennének az ellenállók. Meg mondjuk a Greenfingerök, mert ők spiritualisták, és most materializmus lett rájuk kényszerítve. Spiritualisták meg a xenofóbok, ők együtt alkotnának egy ellenálló
részt, hogyha valaki szeretne megpróbálkozni azzal, hogy Floran ellenállás visszaállítani a régi kormányt, hogyha meg nincs jelentkező, azt is megértem, de hogyha valaki jelentkezne csak azzal, hogy egyben játszik az egészen, mert szeretne tanulni a Hillotil duótól, akkor az is teljesen egy korrekt igény. Szóval igen, van mit fejleszteni rajta, az biztos, le van maradva az évszámhoz képest. Letelj a korp a másik, picit nagy vagy, oké, egyáltalán nem annyira. Már most nincsen, jó, a Private Prospectors az mindig klassz. Meg vannak a tekek is, neked is jött a harmadik, csak még nem döntött le, hogy mi legyen az, de gondolom te az izét szeretnéd majd Flash is Weak. Igaz? Universal Transaction-t azt inkább nem. A gondol... Szerintem most már... Ja, már megvan a Flash is Weak. Ezt adtam neked küldetésként már, hogy cég vagy, de kiváltam. Szerintem legközelebb már nem nyomom be, mert nyilván nem akarod ezt használni, mert feleslegesnek érzed, anélkül is tudsz költeni, gondolom, oda, ahova szeretnél tenni boltot, hogy ezt benyomnád. Szóval nem gond, megértem, majd kapsz egy második, vagy miért kapsz más másodlagos küldetést, ennyire nem akarod aktiválni. Ez mi? Az Isten. Aha, tehát ezzel idéztél meg Szellem Sárkányt 10 évre? Ja nem, hogyha elpusztod, akkor tudsz egy újat idézni vele, tehát nem is az, hogy eltűnik, vagy ilyesmi. Ez nem tudom, hogy hogy működik. Sok sikert, hogyha te rájössz, hogy ne riadóztasson a játék, hogy túl drága. Én csak instant szoktam menni dolgokat, nem pedig így, mert nem tudom, hogy hogy működik. ez az a része a játéknak, amit nem értek. 202 nagyon egészséges, csak a kalózokra figyelj, mert sok van. Azt növeld majd a hajóknak a számát, a névök force limited az elbírja, vagy capacity-t. 247 lakost, korrekt, pláne ilyen kevés bolygóval váó, neked aztán sűrű napos világaid vannak. Ja, az igen, szép, egyszerű. Csak így tovább. Gondolom majd lesz hova terjeszkedned, hogyha terraformálgatsz majd te is, vagy hasonló, de nem is muszáj igazából, hogyha úgy érzed, hogy ez elégséges, mert alapvetően mindened szintben van a kajából lehetne, több consumer goods lehetne pozitív, de egyébként hajrá, Starholdokat meg majd fejleszed, hogyha úgy érzed, hogy kell. Amúgy a science shipek unatkoznak, arra esetleg figyelj, hogyha van még vezetés, csak... Ja, neked nincs meg az a plusz, ami a másik Hillotilnak. A plusz élettartalmaz. Vicces, hogy van így két külön ország, mind a kettőben Hillotilok alapvetően az alapító faj, és nem osztják meg egymással ezt a technológiát, hogy valamiért a Grand Pagodában egy olyan 60 évvel tovább élnek a lakosok, mint a mi cégünk alkalmazottjai. Cégünk mindig az önrendelkezésére áll, asszonyom. Hansen továbbra is a masszív iparról, tehát amilyen pici vagy, annyira lenyűgöző, hogy mennyire erős az iparod, ezt szeretném megmutatni a többieknek is, hogy Victory képernyőben, hogyha sorrendbe állítjuk magunkat, akkor te gazdaságilag 1874 ponttal az Apex-el vetekesz, még fölötte is vagy, miközben hát ő se sokkal nagyobb, de mégiscsak kevésbé van bezárva, szóval mérethez képest nagyon jó, bár lehet, hogy megtévezte ez a hosszú sem, mert itt egy pocket, meg aztán itt egy pocket, miközben a glitch az ugye csak egy pocketben van. Az enyém meg, oké, okay, nem az enyém a jó összehasonlítás. A lényeg az, hogy a többiekhez képest teljesen korrekt a tiétesik a terrén. Protektorétnek is van több földje szerintem, mint neked, aztán mégis fölöttük vagy, rajtad őket. Majdnem akkor a gazdaságod, mint a miniknognak, az azért nem rossz. Akik nem fejlesztek ideje semmit, de na. Oké, okay, mondjuk a Herkulesi köztársaságnak valamiért 1701-et ír. Szóval vannak érdekes dolgok ebben a számlálóban. Minden esetre jó a gazdaságod. A United is teljesen okés. Ahhoz szíves, hogy mekkora vagy, mekkora a túlterjeszkedésed. Nem különösebben, egy picit magas, de nem nagyon. Executive Vigor, oké. Akkor még gondolom ezeket is használod. Ja, úgy is van, szép. Kutatásod az, ami borzasztóan alacsony, tehát az viszont valami rossz vicc. A kutatásodon kéne növelned egy csomót, mert középkor. Minden más teljesen jó, a minerálod egy picit kezd alacsony lenni, de látom persze a dolgokat, meg a idegháború téged is lekötött, gondolom gazdaságilag. Ezt is átnevezem majd, nem túl boldogok mi, ez a kettő. Fejlesz a kutatásodat is. Rendben leszel. Terén protektorátus nem volt, most a játékos nem tudott jönni, Freddy. De egyébként nem néz ki rosszul. A kutatás neki is az, ami nagyon alacsony. Ilyen hosszú ideig nem kéne tartani a semminek. De van 10 bolygója. Most még. Meglátjuk majd, hogy mi lesz később. Terjeszkedni nem tudsz igazán. Kéne az, hogy terraformálj. Vagy hódítotok a Stargazer-ok. Tehát olyat nem tudsz, mert
pacifista vagy, szóval neked ezen a részen kell jól meglenned. Majd te is izé nyugodtan kommunikálj a szövetségeseid, de mert úgy néz ki, hogy beleragadtál ebbe a federációba, hogyha szeretnél továbbra is együtt dolgozni velük, ha már sikeresen felszállították a floranokat is, akkor nyugodtan kérhetsz ki tőlük tanácsot. A stratégiai nyersanyagod azokból rengeteg van, ezekkel kereskedhetsz is, ha gondolod. Unity termelésed picit alacsony, de jelen pont, hogy nem. Ez egy olyan tűrhető, teljesen normális Unity termelés. A lakosság az lehet egy picit nagyobb, de fog még nőni biztos. Kösd minél többekkel Migration Agreementet, hogy Migration Treatet, hogy nőjön az a lakosságot, és tudod növelni a kutatásokat, hogy ezeket fejleszted, van hozzá munkaerő is. Szóval az influencer pedig nevetségesen sokszor ezeket használhatod folyton, amiket akarsz éppen neválni. 7 havonta. Elképesztő. 3. Én már nem költesz semmire igazából. Akkor esetleg köthetsz másokkal kutatási egyezményt. Például a szövetségeseiddel, az is segítene. A szövetségeseiddel legyen szorosabb a kapcsolatod, az a lényeg. Nagyjából. Megfejleszd a sztárholdjaidat, a trade-ed az milyen? 129. Tényleg előzőleg nem néztem meg Hansennél, hogy neki milyen volt a trade, arra még kíváncsi lehetnék. 74. Méretethez képest nem rossz. Összeszedsz mindent, amit van kiéve ezt az egy rendszert, ezt a kettő rendszert. Mert akkor növeld még meg a kalózokkal bánjál. Kata, rengeteg consumer goods, kevés minerál, mert felépítette Kata és ugyancsak a civil gyárakat fabrikátorokká alakította, amint tehette. Ez megzabált a... Ja nem, a módod van elfogyva. Ja, mert vannak ezek is, oké. Abból vásárolj, és akkor megszűnik ez a nyavaja, hogy minden... Ez egyébként nagyon vicces, hogy nem csak az alojból lesz kevesebb 25%-kal, hanem mindenből. Szóval ez sokat segít majd, hogyha beszél akár csak egy százast. Csak előtt el kell adnod dolgokat, hogy ki tudsz videót. Miért van 11 000 alojod? Tartalék, oké. Katától szerintem lehet vásárolni 11 alojt. Ennyi nyersanyaggal be tudod csődöltetni a piacot. Tehát össze tudod omlasztani Wall Street-et. Vagyis a... Grab Street-et? Praxis. Az. Igen, a forradalom ott kezdődik. Amúgy az AI frog csinált magának egy bolygó pajzsot. Látod? Ellenem király. Na, nem tudod bombázni egyébként, az megszivathat, hogyha ostrom alá veszed. Vagyis... Ja, eddig se bombázta, csak ledobod őket. Légi támogatás nélkül. Az ugye elég jó. Kutatásod az lehetne több, de amúgy nem. Végül is, hogy ennyi idő alatt fejlesztesz dolgokat, mert nincs neked se nagy sprawlod, akkor nem rossz. Nekem azért kell az 1000 pluszos kutatás, mert nekem valami 280% körül van ez a cucc. Nem 70, szóval picit több. Amúgy hajrá. Én más nem tudok hozzáfűzni. Azt nem feltétlenül értem, hogy miért nincsenek tudósaid. Elfogytak, meghaltak és törölted a hajóikat. Csak azért, mert az assist research az jó, mert az 25 vagy 30%-ig fel tudja nyomni egy bolygódon a kutatást. Szóval, hogyha... Hát, teljesen megfertettem az assist research-ra. Igazából manuszon van gondolom minden kutatásod, mi? Manusra, meg Luxra küldhetnél egy-egy assist research-ot, és ez segítene, mert a bolygóidon kevés a kutatás, a rendszerétből jön, úgy látom a többsége, ugye? Ja. Bolygóidon növeld majd azt, a lakosságodat növeld, van 8 bolygód, ami nem sok, most ennyi jutott. Ja, kolonizálod a 9-et. Ha ennyi van, akkor majd te is később megpályázhatsz egy Voidborn tech-et, ahogy majd terjed a többiek felől. Alapvetően azt úgy akarom, hogy segítsen azoknak, akik önhibájukon kívül így ellettek zárva, bár Kristinek egy picit a hibája, hogy nem ölt meg engem hamarabb, de ez most más kérdés. A lényeg az, hogy akarok segíteni azon, hogy ne legyen mindenki halálosan lemaradva a kicsi mérete miatt a Voidborn cuccal, mert tollban játszani az egy picit trükkösebb, főleg, hogyha nem úgy kezdi az ember, hogy eleve azzal a mindsettel áll neki a dolognak, hogy oké, nekem most lesz 20 rendszerem és semmi több, és szuper technológiára megyek, mert akkor eleve nem kezd képíteni gazdaságot, hanem csak fúra tekre megy rá, és akkor utána nem lesz gond a tollal, mert tud építeni magának majd mindenféle dolgokat. Mindenféle dolgokat azt értem, hogy habitátumokat, aztán gyűrűvilágokat, hogyha már meg a cuccok, meg azelőtt is ecumenopolis világokat tudsz csinálni a meglévő bolygóiból, és akkor az a toll gameplay, és az Empire's Sprawl-ja sose lesz túl magas, szóval nem kell energiában, Unity-ban, meg technológiában ellensúlyozni azt, hogy nagyon széles a birodalom, vagy nagyon zabálja ezeket a dolgokat. Fenorox Federation pedig ugye volt játékos, mindjárt megnézem, amit akarsz. Volt játékos, aztán lett bőle AI, hogyha lesz játékos, akkor
majd kommunikált az új federációjával. Csak 5 bolygójuk van, nagyon kevés lakossal. Kolonizálhatnának még egy Gaia világot, de abból nem biztos, hogy jól jönnének ki. Mert szent világ. Amúgy egyébként nem állnak rosszul. A kutatásuk az jó nagy. Aha. A kutatások az teljesen korrekt, ahhoz szépen, hogy mekkorák. A Unity-jük az, ami nagyon kevés, azon kéne javítani. Az olajtermelés meg a Consumer Goods-on. Szóval az iparukat lehet fejleszteni, meg el kéne nevezni a bolyókat, de ezt én most meg is teszem, mert ezt a játékos hagyta itt. Tirkab, persze, miért is ne. Fejleszd a Bastion-t, növeld a kereskedelmi bevételt, mert egy időre nagyon alacsony. Flottad, az ki van maxolva, amennyi lehet ebben a federációban, bár még lehet egy bázisod. És ezeknek a vazallusságát szerintem visszaadom nektek, hogyha megegyezésre jutok Hansenékkel, mert tévedésben engedted el őket, mert nem is, és a játékos tévedésben engedte el őket, mert nem figyelt arra, hogy ő egyébként pacifista, szóval nem is tudna őket megkódítani 10 év múlva, plusz nem is annyira egyszerű, hogyha egyek, mert ugye ezek 160 vannak majdnem annyian, mint ők, szóval inkább annak integrálniuk kéne őket, mert ez két értékes bolygó lenne, és akkor mindjárt erősebb lenne itt ebben a csomagban. Szóval Octanis szerintem visszaadom a cuccot. Hogyha van rá konzol command, akkor beállítom őket ismét protektorátusnak. Ezen kívül, ja, Unity-ból kell több, meg iparból a lakosságneveléssel. Használd a kaját, hogyha lesz játékos. Mit akartál megnézni, Kata? Log updated. Oké, Kata kereskedelme, én is elfelejtettem, nem mindenkinek néztem, a 66 nagyon szegény. Ez, hogyha minden kolóniádat teszed, az a legértékesebb, annak így elszorva ilyen 2-es-3-as csomagok a random rendszerekben, az nem annyira számít. Annyi a lényeg, hogyha lesz több lakosod, akkor több lesz belőle a kereskedelmi cucc is. Mert a lakosaidban még nincs túlzottan sok. De amúgy nem rossz tényleg a gazdaságuk, túlterjeszkedés az nem túl súlyos, a kutatásán kéne fejleszteni, az biztos, de a Unity-en is kéne fejleszteni ezen a kettőn, az ipar az tűrhető, az ön is van hova fejleszteni, persze kaja, meg energia, alapvetően itt is mindent kéne egy picivel fejleszteni, meg rendbe szedni, de én meg most itt egy picit össze még zavarod a dolog, de jobb lesz majd az energia, hogyha felépül végre ez az űrbázis és beszedi az energiáját, mert neki abszolút nulla azzal, hogy nincsenek űrbázisok, mert amiket lelőtt Kata, azok így meg is szűntek létezni valamiért, az AI törölte őket, vagy nem tudom, azoknak nem kellett volna elpusztulnia. Én van, ez volt a eheti, hogyha van kérdésetek, vagy visszajelzésetek játékosként, vagy játékon gyűliként, vagy jönnétek játszani, írjatok bátran, kérlek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!